Köszöntöm Önöket! Fontos téma és egy fontos beszélgetés áll előttünk, legalábbis hitem szerint. Évente itthon is és az egész világon is nagyon sokan halnak bele a rosszindulatú daganatos megbetegedésekbe. Vannak ilyen számok is, Magyarországon például évente 30 ezeren halnak meg emiatt, és a világban képzeljék el, 12 millióan, több mint egy magyarországnyi ember veszíti emiatt életét. Egy orvossal fogok beszélgetni, aki hisz abban, hogy ennek nem kell így lennie, nagy valószínűséggel az összes többi is, de ő talán megtalálta kollégáival azt, hogy hogyan lehet valóban tenni ellene valamit, és ezt most már visszaigazolja a világ is, nem csak az ő hite viszi előre a vállalkozását, amelyikkel ezen a dolgon működnek. Erről fogunk beszélgetni, és ezt a módszert, meg őt magát szeretném bemutatni önöknek. Dr. Peták István, 50 éves orvos, rákkutató. Szakterülete a molekuláris farmakológia. A Chicagói Illinois Egyetem címzetes professzora, a Semmelweis Egyetem tudományos főmunkatársa, az Onkompass Medicine Zrt. Tudományos és vezérigazgatója. Főkutatási területe a daganatok személyre szabott, célzott elpusztítását segítő módszerek fejlesztése, a precíziós onkológia. Cége tavaly elnyerte az Európa legígéretesebb technológiai vállalkozásának járó Jövő Unikornisa díjat. Két gyermek édesapja, hobbija, természetjárás, a sziklamászás. Ezt én egy régebbi beszélgetésünkből tudom, de elképzelni nem tudom, hogy van rá időt, hogy sziklát mász mostanában. De lehet, hogy van. Örülök, hogy itt vagy. Már nincsen, sajnos. A sziklamászás az egy nagy szerelem volt gyermekkoromban. Mindig édesapámmal jártuk az erdőket, ugye van a természet nagy szerelmese volt, és hallottam, ahogy a sziklamászóknak csörög a karabinere, és ez egy csodálatos dolog volt, ugye úgy képzeltem őket, mint hősök, akik legyőzik a félelmet, hiszen ennek a sportnak az a lényege, hogy ők is félnek, csak legyőzik, és ennek ellenére tudnak cselekedni és mászni tovább. Nem csak a sziklafalon függnek, hanem az adrenalinnak is függői. Igen, ez arról szól, ez az adrenalinról szól. Benned ez megvan? Hogyha most így hirtelen végig gondolom, valószínű, talán összefüggésben van azzal is, hogy az orvostudománynak egyik legnagyobb kihívása, és hát választottam, ami ellen harcolni szeretnék egész életemben, ugye a rákbetegség. Ugye tudjuk, hogy ahogy itt el is mondtad, a bevezetőben nagyon sok ember életet követel. Hogyha ezt le akarjuk fordítani egyébként ezeket a számokat, ez a 12 millió ember évent, ez azt jelenti, hogy percenként 20. Tehát miközben itt beszélgetünk, percenként 20 ember hal meg, és ez egy folyamatos adrenalin számomra. Ez az, ami fölébreszt éjszaka, és fölébreszt hajnalban, és azt érzem, hogy egy percre sem állhatunk meg, és mindent meg kell tennünk azért, hogy ezt megállítsuk. Ugye, neked ezügyben van lelkiismeret furdalásod, hogy nem tudsz segíteni, vagy hogy nem tudsz eléggé segíteni, vagy hogy ez még mindig kevés, vagy valami ilyesmi, tehát ez a befejezetlenség érzése? Igen, van egy ilyen feszültség bennem, van egy olyan érzésem, hogy már előrébb kéne tartanunk, vagy már tudnunk kellene a megoldást, hiszen ez hasonló ahhoz az érzéshez, amikor a Agatha Christie-ben a regény vége felé már tudjuk, hogy már megkaptuk az összes információt, és még mindig nem jövünk rá, hogy ki a gyilkos, de tudjuk, hogy már tudnunk kellene, hiszen minden információ adott. És az a frusztráló érzése van az embernek, hogy az agyi kapacitása nem elégséges ahhoz, hogy rájöjjön a rejtély kulcsára. Ugye az orvostudományban is egyébként egy ilyen szakaszban vagyunk. Az elmúlt évtizedekben rengeteg kísérleti eredmény halmozódott föl, rengeteg információ, ezeket bizonyítékoknak nevezzük, de ezek különböző típusú bizonyítékok, különböző hipotézisekre. Van egy olyan honlap, ahol ezeket mind meg lehet egy helyen találni, ezt nagyon szoktam is mondani, hogy érdemes erről tudni, úgy hívják, hogy PubMed.org, ez az Amerikai Egyesült Államoknak a Egészségügyi Intézet által fönntartott adatbázis, ahol jelenleg több mint 30 millió tudományos közlemény megtalálható. Tehát ez azt jelenti, hogy ekkora az emberiség tudástára
az orvostudomány területén. Azt miből tudod, hogy ebből mi az elavult és mi a korszerű? Hát mi az, ami érvényes ma is? Hát ez egy borzasztó jó kérdés. Ugye ez egy, az, a tudomány, a kutatás, ez egy olyan sport, ahol vannak játékszabályok, és az egyik az, hogy úgynevezett lektorált orvosi szaklapokban közöljük le az eredményeinket, olyan módon, hogy az bárki a világon meg tudja ismételni. Mint ahogy ezt ti tettétek például tavaly a Nature egyik szaklapjában. Így van, tehát ez abszolút nagyon fontos. Természetesen ebből az is következik, hogy nagyon sok tudományos eredményről kiderül, hogy nem igaz, vagy csak részben igaz, azáltal, hogy mások ezt tovább fejlesztik, tehát létrejön egy kollektív tudás, és ennek a kollektív tudásból építjük közösen, tehát ez a fantasztikus, és ez az az érzés az, és most jutottunk el oda, hogy nagyon sok olyan technológiai eszközünk van, amivel föl tudjuk tárni a biológiai rendszerek működését, tehát rengeteg adatot tudunk előállítani, és ezt kell most valahogy összerakni, a rengeteg puzzle-t. Például a rákutatás területén így is fogalmaztak, ugye 2020 tavaszán jelent meg az a Nature-ben az a közlemény, ami a emberi daganatoknak a legrészletesebb térképét mutatja be. 4 kontinens fogott össze, hogy több ezer daganatnak a teljes genomját leszekvenálják. Ez azt jelenti, hogy nem csak a 25 ezer gént, hanem azt az emberi genomnak azt a 98%-át kiterülő génszekvenciát, ahol a gének működését szabályozó régiók vannak, tehát mind a 3 milliárd betűből álló emberi genomot leszekvenálták több ezer daganatban, és ezzel és így is fogalmaztak, hogy végre legyen az összes puzzle az asztalon. Lássuk az összes génhibát. Na jó, de ezt össze is kell rakni utána. És most kell összerakni, tehát azért az a párhuzam... Kiönteni nem kunst. Igen. Már egyébként ez esetben az is az nyilván. Mert ez is az volt, de most 95%-ban meg tudjuk mondani egy daganatos beteg esetében, hogy milyen génhiba okozta a daganatot. 95%? 95%. Akkor ez úgy is igaz, hogy a daganatos betegek 95%-ánál meg tudjátok mondani? Vagy ez csak úgy igaz, hogy a előfordulás arányában 95%? Nem, egy konkrét beteg esetében, hogyha megfogjuk a daganat szövetből egy mintát, és ezt berakjuk egy olyan készülékbe, úgy hívjuk, hogy szekvenáló készülék, sőt, most már úgy hívjuk, hogy új generáció szekvenáló készülék, next generation sequencing, akkor le tudjuk olvasni ezt a kódot, ezt a három, és megtaláljuk azokat a hibákat, amikről, és ezek, amikben különbözik a normálisról, és ezek közül legalább egy esetben már tudjuk, hogy az a génhiba hogyan okoz daganatot. Tehát tudjuk az okozati összefüggés, tehát ez azt jelenti, hogy legalább egy olyan génhibát tudunk azonosítani, amit összefüggésbe tudunk hozni a daganat kialakulásával. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy tüdőgyulladásos beteg, meg tudjuk-e mondani, hogy miért van tüdőgyulladása? Hogy ez Covid-tól van, baktériumtól, vagy mitől? Ugye most jutottunk el a rák esetében, hogy a rák betegség az egy tünet, együttes, ugye a rák ezt a szót egyébként Hippokratész találta ki, mert hogy hasonlít az emlőrák a rákra, de ez egy leíró fogalma, a tumor is ugye egy duzzanat. Igen. És hogy miért van az a duzzanat? Miért kezdtek el a sejtek osztódni egyáltalán? A mögött ugye génhibák vannak, csak nagyon sokféle génhiba, és most tartunk ott, hogy ha az összes gént megvizsgáljuk, és az összes, a teljes emberi genomot az adott daganatban, akkor 95% eséllyel fogunk találni egy olyan hibát, amit egy kórokozó génhibát, ami magyarázatot ad arra, hogy annak a betegnek miért van daganata. Tehát ez tudományos szinten így van. A klinikai gyakorlatban még ez nem teljesen ment át, de nagyon közel vagyunk ehhez, hogy ez valóban minden egyes betegnél akár a gyakorlatban megtörténjen. Na de, van ez a 95%, ami a valószínűséggel meg tudod mondani, hogy egy betegnél mi okozza a daganatot. Ez jelenti egyúttal azt is, hogy meg is tudod gyógyítani? Sajnos még ez nem jelenti azt. Tehát ez azt jelenti, hogy meg tudod mondani, hogy ezért van, és akkor hát így jártunk. Igen, így van. De mégiscsak a orvostudomány szemszögéből ez fantasztikus, fontos, ugye milestone, tehát ugye nagyon fontos mérföldkő, hiszen azt látjuk, hogy amikor az orvosok rájönnek arra, hogy egy betegség mögött
mi az ok, akkor előbb-utóbb megtalálják rá azt a kezelési megoldást, ami igazán áttörő és végleges megoldást hoz. Ha jól értem, ti ezzel a kettővel egyszerre foglalkoztok. Tehát foglalkoztok azzal, hogy megtaláljuk az okot, és foglalkoztok azzal, hogy megtaláljuk rá a választ. Igen. Amikor elindultunk ezen az úton, egyébként 2003-ban alapult ugye a biotechnológiai vállalkozásunk, akkor az volt a cél, hogy kifejlesztünk olyan molekuláris diagnosztikai módszereket, amikkel be tudjuk azonosítani az okot egy adott beteg esetében. Ez 2003 volt a Human Genome projekt éve, tehát azért volt ez egy nagyon fontos év, hiszen ebben a mérföldkők történetében akkor ismertük meg, hogy mi a normális emberi genom, és onnantól lehetett elkezdeni szisztematikusan keresni a daganatokat okozó génhibákat, hiszen össze tudtuk hasonlítani a betegben talált génszekvenciát ehhez a normális szekvenciát, tudjuk hasonlítani, és így indultunk el, és ezzel foglalkoztunk ugye több mint másfél évtizeden keresztül. A hozzám hasonló két túllal kedvéért elmagyarázod a gén szekvencia miben létét? Tehát ugye tudjuk, hogy a négy építő elemből áll az emberi DNS, ugye az ACTG, vagy javaslom a Csattaga nevű filmet, szerintem egy gyönyörűen elmagyarázzák benne, de ugye ez a négy építő elemnek a sorrendje határozza meg a kódot. Tehát úgy kell elképzelnünk a DNS láncot, ez 2 méter hosszú egyébként konkrétan, minden egyes sejtünkben benne van egy 2 méter hosszú szalag, és csak föl van olyan vékony, hogy föl van tekerve, és elfér a sejtünkben, elképesztő elképzelni, de ez a szalag ugye egy betűsor, ami ebből a négy betűből áll, ACTG, GCC, GC, és van egy genetikai kód. A kód azt jelenti, hogy van egy kódfejtő, ötünk, amiben meg tudjuk nézni, hogy 3 betű milyen aminósavat jelent. És a aminósav pedig a fehérjék építőköve. Tehát ha megvan a betűsor, azt vissza tudjuk fejteni, és meg tudjuk mondani, hogy milyen fehérjék fognak belőle átíródni, és hogy fog működni a sejt. Tehát a tervrajz el van rejtve a kódban, és úgy olvassuk le, hogy amikor gyerekkorunkban kivágtunk egy ilyen 3 betűnyi vagy kis papírlapon, és azt csúsztatjuk, és így meg lehet fejteni a titkos írást. A csodálatos, hogy ez a kód, ez az a természetben univerzális. Tehát a Covid vírustól, baktériumok teszve az emberig ugyanazt a kódot használjuk. Tehát teljesen egységes, ezért volt fantasztikus felfedezés maga a DNS felfedezése és a genetikai kód felfedezése, hiszen az egész élővilágnak a logikáját tudjuk ezzel visszafejteni, aminek mi is a részei vagyunk. Na, így akkor értem. És akkor talán azt is értem, hogyha ebben látsz bármiféle eltérést a szokásos betűsortól, akkor azt mondod, hogy hopp, ezt nézzük meg. Itt valami nem stimmel. De honnan tudod, hogy arra utal az a jel, amit keresel? Tehát, hogy például a daganatos megbetegedést pont itt kell keresnünk, ez okozza. Igen, nagyon jó kérdés. Tehát ugye van, most körülbelül úgy gondoljuk, hogy 25 ezer génünk. Egy gén azt jelenti, ez így egy absztrakt fogalom, hogy mi az, hogy gén, de ugye valójában egyszerűen azt jelenti, egy olyan szakasz ebben a 2 méter hosszú DNS-ben, ami egy fehérjének az előállításához szükséges információt tartalmazza. És a több 10 000 génünk mindegyike más-más feladatot lát el. Az egyik gén például hemoglobint állít elő, tehát azt az információt tartalmazza, hogyan kell előállítani egy hemoglobin fehérjét, ami ugye szállítja az oxigént a vérünkbe. Ha annak abban történik egy hiba, akkor az hematológiai betegségeket fog okozni, nem daganatot. Tehát mindenféle a különböző gének, különböző hibái, különbözőféle emberi betegségeket okozhatnak, de vannak olyan gének, amiknek az a feladata, hogy olyan fehérjék termelését irányítják, amik a sejtek osztódását szabályozzák. A sejtek osztódását, vagy a sejt halálát, magyarul az, hogy egy adott szövetben az adott sejtből hány darab legyen. Ezeket most már egyre jobban ismerjük, tehát úgy kell ezeket elképzelni, hogy a sejtek felszínén egyrészt vannak jelátviteli receptorok, olyan receptorok, amik növekedési faktorok, hormonok jeleit figyelik,
üzeneteket a többi sejtől, hogy neki most mit kell csinálni, osztódnia kell, vagy nem kell osztódnia. Ha kap egy ilyen jelet, akkor a információt leküldi a sejt magba úgy, hogy fehérjék adják egymásnak az információt, mint a stafétapotot, és minden egyes fehérjét egy gén kódol. És könnyű azt elképzelni, hogy azok a géneknek a hibái, amik ilyen kommunikációt felelős fehérjét kódolnak, ha azokban van a hiba, akkor egy olyan hibás jelátvitel fehérje képződik, ami egy hamis jelet kezd el a sejtmag felé üzenni, tehát azt fogja mondani, hogy osztódnunk kell, holott ezt ő találta ki. Tehát egy hamis jel, ami állandóan jön, és már függetlenné válik ez a hamis jel a külvilág információi. Tehát egészen odáig a sejt összehangoltan működött a harmóniában a szervezetünkkel, mindig annyi van belőle, amennyire szükségünk van. Most függetlenné vált, és egy állandó, olyan, mint amikor beragad a gázpedál ugye az autóban. Akkor csak megyünk előre. Megyünk, és már senki nem kérdezi, hogy kell-e, és megyünk. És valójában úgy jön ki a daganat, azt mondja, az autónál maradunk, két dolognak kell történnie, be kell ragadni a gázpedálnak, és el kell romolni a féknek. Mert még a sejt megpróbál fékezni, és utána az is elromlik, és akkor, tehát minimum két génnek a hibájára van ahhoz szükség, hogy daganat legyen, és azt is tudjuk, ma már éppen ott tart a rákgén számlálás, hogy 723 olyan gént ismerünk, aminek a hibája a daganatok kialakulásáért felelős. És neked, hogyha valamilyen fajta daganattal találkozol, akkor azt kell megtalálnod, hogy a 723 rossz gémből melyik okozhatja ezt? Így van. Egy ponton túl azt gondolom, ez szinte automatikus, mert hogy ezeket a fajta daganatokat, ezek a fajta génhibák szokták okozni. Igaz? Így van. Tehát ez kimondható így? Így van. Ez mindig ugyanaz? Ugye folyamatosan is, persze még most is tart a ezeknek a felfedezése, de ez egy ilyen telítési görbét mutat, hiszen mivel hogy véges számú emberi gén van, tudod, az a jó hírem van, hogy két méter hosszú és nincs tovább, és véges számú emberi gén van, hiszen több millió év kell ahhoz, hogy egy újabb gén kialakuljon, tehát elfogynak a gének, ahogy kutatjuk őket, és kezdünk a végére érni, tehát egyre lassabban fedezünk már fel újabb és újabb géneket, még mindig, gyermekkori daganatokban például még biztonság kedvére az összes gént vizsgáljuk, de mondjuk egy tüdőrákban, egy nagyon gyakori emberi daganatban, ott már körülbelül tudjuk, hogy mik azok a gének, amik először szoktak fordulni, tehát ha ott megnézzük ezt a 6-700 gént, akkor nagy valószínűséggel megtaláljuk azokat a hibákat, ugye átlagosan 3-4-5 génhibát, azoknak a kombinációját, ami annak a betegnek a daganatát okozta. Hát ez már nem stetoszkóppal megy. Ez a mesterséges intelligencia maga, ahol tartunk, ugye? Most ott tartunk, hogy ugye ott kezdtük a beszélgetést, hogy vajon meg tudjuk-e mondani, hogy akkor milyen terápiát kapjon a beteg, ha megvan az információ, összetudjuk rá, és hogy tudjuk most már, megvan a technológiánk arra, hogy kimutassuk ezeket a génhibákat bárkinél, ez már nagyon sok helyen elérhető a világban, Magyarországon is egyébként most már sok laboratóriumban, egyetemi laboratóriumokban is ez elkezdődött, elérhető. Na már ezt sem úgy képzeljük, hogy mikroszkóp fölé görnyednek emberek, ez is már a számítástechnika, nem? Ugye maga a szekvenálás is nagyrészt most már bioinformatikai munka. A bioinformatika alatt azt értjük, hogy a óriási adat tömeg jön létre a szekvenátor berendezésben, mert több százezer molekulát szekvenál le, egy óriási adatfájl jön létre. Ez mennyi idő alatt zajlik le? Ez maga az eljárás pár nap, tehát mondjuk egy ilyen vizsgálat, és valójában a legnehezebb az, hogy megtaláljuk a mutációkat, és ezt megkapjuk ezt a listát, hogy akkor hol vannak a hibák, a normál, és ezt úgy kell elképzelni, hogy van az emberi genom, abban van 3 milliárd betűből álló szöveg, és abból idézeteket olvasunk le, pár száz betűs DNS darabkákat olvas le a gép, több százezret, és utána meg kell találni, hogy ezek a pár száz betűből álló szövegrészletek hova illeszkednek a 3 milliárd betűből álló könyvbe. Azt már nem ő csinálja? Ezt már számítógép csinálja természetesen, keresgéli, hogy hova illik. És nagyon bonyolult folyamat, mert belegondolunk, meg kell találni, hogy ez az idézet honnan származik a könyvben, pontosan, melyik génből származik, de úgy, hogy
közben lehet benne gépelési hiba, hiszen pont a mutáció. Hiszen keresi, azt keresi. Azt keresi, tehát nem fog sehova illeszkedni, hiszen hibás. Tehát a legnagyobb valószínűséget megvan, keresi. Azt keresi a legnagyobb valószínűséget, hogy vajon honnan származhatott, és utána megmutatja, hogy hol van a gépelési hiba, és utána azt elemezzük bioinformatikailag, hogy ez a gépelési hiba okozhatott-e jelentés változást abban. Mert vannak olyan hibák, amik nem változtatják meg az üzenetet, és vannak, amik megváltoztatják, és utána ez a bioinformatikai szakasz, ez már hatalmas számítási kapacitást és nagyon különleges szoftvereket igényel. Tehát ez zajlott a második szakaszban, és utána eljutottunk oda, hogy ha eljutunk oda, hogy jó, akkor már megtaláltuk, hogy hol vannak a gépelési hibák az adott betegben, tudjuk, milyen géneket érint, tudjuk, hogy mi az a 3-4-5 gén, ami elromlott az adott betegben. A következő lépés az az, hogy na akkor milyen célzott terápiát válasszunk ki az adott betegnek. A gént megjavítani nem tudjuk. De a génhiba okát, nem, a génhiba hatását, azt tudjuk csökkenteni, vagy megszüntetni? Így van. Tehát az egy gyönyörű álom és cél lehet, hogy magát a hibát javítsuk ki, ezen a legcsodálatosabb. Ez egyébként in vitro lehetséges, tehát ugye vannak olyan génszerkesztési technológiák, a CRISPR nevű és hasonlók, amikkel ki tudjuk javítani, de ezek nem alkalmasak arra, hogy az emberi szervezetbe bejutassuk, és ott javítsuk, hogy megtalálja a daganat. Ez nem lehetséges jelen pillanatban. Azt viszont meg tudjuk tenni, hogy olyan gyógyszereket fejlesztünk ki, amik célzottan a hibás fehérjét kapcsolják ki. Azt hogy fogja megtalálni? Ugye két mechanizmus van, vannak kis molekula, úgymond gyógyszerek, amiket tablettába tudunk bevenni, ezekben olyan kis molekulák vannak, amik úgy vannak megtervezve, hogy mint a kulcs a zárba pont beleilleszkedik, bele van reszelve az a kis kémiai molekula, pont beleilleszkedik a hibás fehérje 3D-s szerkezetében egy olyan kis zsebbe, ami, hogyha bekapcsolódik, akkor megbénítja annak a fehérje. Honnan tudja, hogy hol kell keresni? Bolyong a szervezetemben, igen, tehát bevesszük a gyógyszert, az szétterjed a vérkering, felszívódik, és a vérkeringésünkkel eljut mindenhová a szervezetünkbe, és hogyha olyan találkozik egy olyan fehérjével, ami az ő célpontja, az kátolni fogja. Most ennek megfelelően persze, hogyha ez nem teljesen specifikus a hibás fehérjére, hanem csak egy bizonyos fehérjére, akkor lehetnek mellékhatásai ugyanúgy. Tehát nyilván például egy hám növekedés szabályozó fehérjére ható célzó gyógyszer, amivel mi először kezdtünk foglalkozni, annak például bőrkiütés lehet a mellékhatása, hiszen mindenhol, ahol ilyen fehérjét talál, ez gátolni fogja. Hát erre mondja egy daganatos beteg, hogy hát egy kis bőrkiütést ez csak megér. Igen, ugye valójában itt már ugye ezért ez a nagy előnye ezeknek a célzott gyógyszereknek, hogy általában a mellékhatás profiljuk jobb, mint mondjuk egy általános osztódásgátló klasszikus kemoterápiás szeré, de azért ezeknek is lehet mellékhatása, de ebben is haladunk, mert most már vannak olyan célzott gyógyszerek, amik kifejezetten csak a mutáns, hibás fehérjét gátolják, ezek már tényleg antibiotikum-szerű hatóanyagok, amik ténylegesen csak a meghibásodott fehérjét kapcsolják ki, és nyilván ennek megfelelően ezeknek még kevesebb a mellékhatása. Egy picit visszalépnék, hogy aztán ugyanide jussunk vissza, legalábbis így gondolom most. Az, amit tudtok, az feltételezi azt is, hogyha bárkit, aki magát egészségesnek gondolja, vagy az orvostudomány is egészségesnek mondja, bár azt mondják, hogy csak orvossal kell találkozni, és rögtön kiderül, hogy a páciens nem annyira egészséges. Szóval, hogy meg tudnátok mondani, hogy mi lesz a baj? Igen, ez egy nagyon... Azt is meg tudnátok mondani, hogy milyen mértékű lesz a baj? Igen, ez egy másik nagyon fontos törekvés, hogy a megelőzést is személyre szabottá tudjuk tenni. Ugye ez az információ ahhoz kellene. De ez igazából a születés pillanatában lenne izgalmas. Tehát kedves anyuka és apuka, a következőket tessék figyelni. És a következőket tudnánk most megelőzni. Igen. Ebben is nagyon sok fejlődés van, tehát vannak olyan, azt tudjuk, hogy az emberi daganatoknak legalább 10-20%-át vele született génhibák okozzák, vagy legalábbis hajlamosítanak
a daganatok kialakulására, de azért azt tudnunk kell, hogy a daganatot létrehozó génhibák többsége úgynevezett szomatikus, testi hiba, ami az élet, tehát a születésünk után szerzett, nagyon fontos, igen, jó. Tehát mivel hogy a életünk során is állandóan születnek új sejtek és elpusztulnak sejtek, ugye a bőrünk is hámlik, és mégsem fogy el, ez azért van, mert új sejtek képződnek, és amikor egy új sejt születik, akkor le kell másolni a teljes génkészletét, és a másolás során is elkövethet gépelési hibát, és ezért a utód sejtben létrejöhet egy hibás gén, és onnantól kezdve az lesz egy daganatos, és az fog egy klónként már tovább növekedni, és hordozni. 8 évente kellene voltak éppen ezt vizsgálni? Hogyha ott tartana az orvostudomány anyagilag, technológiailag, minden szempontból? Tehát folyamatosan, hát ezért nagyon fontos az, hogy két dolog, amit mi tehetünk, az egyrészt, hogy elkerüljük azokat a szokásokat, amik fokozzák a génhibák kialakulását, például a dohányzás, ami konkrétan ugye génhibákat okoz, olyan anyagok van, mert sőt a dohányfüstben olyan anyag is van, ami kikapcsolja azt a gént, aminek az lenne a feladata, hogy ellenőrizze, hogy nincs génhiba, tehát az őrt is kikapcsolja, tehát ezért tudja elősegíteni például az, hogy több nagyobb kockázatunk legyen, hogy létrejön egy ilyen génhiba, illetve el kell mennünk szűrésekre, tehát ugye még az is, aki nagyon egészségesen él, annak is nagyon fontos a szűrés, mert tudjuk, hogy ha nagyon egészségesen élünk, akkor a felére vagy halmadára tudjuk csökkenteni a kockázatunkat, ami egyébként nem kevés, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, de azt is fontos tudni, hogy nullára nem lehet, mert a véletlen is szerepet játszik a daganat kialakulásában, de az a jó hírem van, hogy a diagnosztikai berendezéseink egyre jobbak az MR-ek, a CT-k, a mammográfok, egyre kisebb daganatot észreveszünk, sőt, egyébként a mesterséges intelligencia ott is bejön, hogy egyre inkább segítik ezek a mesterséges intelligencia algoritmusok a radiológus munkáját, hogy egyre kisebb daganatot észrevegyen, ugye a képen, úgyhogy tehát egyre kisebb daganatot egyre korábbi stádiumban tudunk felfedezni, sőt olyan kutatások is vannak, és nagyon közel vannak a gyakorlathoz, hogy a vérben kimutassák a daganatból származó hibás géneket. Hiszen ugye ezek a mutáns gének bekerülnek a vérkeringésbe, a szérumba, és ezeket is lehet szekvenálni, ezt úgy hívjuk, hogy liquid biopsy, tehát a vért szekvenáljuk, de a daganatból származó génhibákat detektáljuk ott is, és ezt tudjuk használni egyébként ugye a diagnóziskor is, de most már egyre inkább vannak olyan módszerek, mint a szűrésben is. De visszatérve a rizikótényezőkre, vannak olyan génhibák, amik nagyon erősen fokozzák a rizikót, és vannak olyan génhibák, amik csak kicsit fokozzák, és azoknak a kombinációit kellene megértenünk. Tehát ez egy nagyon nagy tudományos probléma, de mindenképpen nagyon fontos azt mindenkinek tudni, hogyha a családjában előfordult ugyanabból a daganattípusból több, vagy fiatalon betegedett meg családtagja, akkor érdemes elmenni genetikai tanácsadásra, és most egyre inkább elérhetők olyan akár sok génes tesztek is, amikkel kideríthető, hogy mi örököltünk-e egy olyan génhibát, ami nekünk személyre szabottan egy magasabb rizikót jelent egy bizonyos területen. Azok célzott tesztek? Tehát ha valaki tudja, hogy neki a családjában több tüdőrák volt, akkor ezek a tesztek, ezek konkrétan azokat a genetikai mutációkat keresik majd, amik erre utalnak? Vannak egygénes tesztek is, vannak sok panelek, génpanelek, ezek egyre inkább költséghatékonyabb és hatékonyabb sokat nézni egyszerre, de mindenképpen ugye kell egy genetikai tanácsadó, aki aztán utána összerakja az információt, hogy a genetikai információ és a családfa és a környezet együtt, és ad egy olyan segítséget a betegnek, hogy akkor mit kezdjen az információval. Ez nagyon fontos. Főleg, mert még nem beteg, remélhetőleg. Igen, és azt akarjuk, hogy ne is legyen. Tehát nagyon fontos úgy tekinteni a genetikai információra, hogy nem a jövőnket mondja el, a sorsunkat, mint egy gömb, hanem az arra ad információt, hogyan változtassuk meg a jövőt. És így kell ez az információhoz hozzá. Nagyon izgalmas, most pár hete
felkérést kaptam előadóként, a világkilátosan volt egy precíziós orvoslással foglalkozó fórum, ahol én a terápia oldalról képviseltem, és volt egy onkológus kolléga Észtországból, aki egy olyan startupot hozott létre, ő volt az Onkológiai Intézet vezetője, de most egy startupot vezet, nagyon érdekes, ami pont azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet egy sok gén kicsi hibáját, származó információt összekombinálni, és egy személyre szabott rizikót becsülni, és most már ott tartanak, hogy ez alapján, a rizikóbecslés alapján a biztosító finanszírozza a betegeknek a személyre szabott szűrést, tehát például a magasabb rizikó szkórja, az hamarabb mehet el finanszírozott szűrővizsgálatokra, mint akinek mondjuk normális. Tehát ahelyett, hogy mindenki csak ugyanazt a szűrésbe venne részt, mindenki a saját maga személyre szabott szűrési programját kaphatná meg a jövőben. Ugye ilyenkor adja magát a kérdés, hogy jó, most akkor tudjuk, hogy maradjunk a tüdőráknál. Főleg azért érdemes, mert az Oncopass, az ön cége igen erősen foglalkozik pont ezzel a területtel. Akkor maradjunk is ennél, tehát tüdőrák. Tudjuk, hogy a családban sokaknál előfordult, vagy többeknél előfordult már tüdőrák. Úgy tudjuk, hogy a kedves páciens egészséges. Elmegy egy vizsgálatra, azt mondják, hogy igen, ezek a génhibák, ezek itt is megvannak, de úgy tudjuk, hogy egészséges. Mit lehet vele kezdeni? Pont a tüdőrákok esetében a tüdőrák egy olyan betegség, ami többségében szerzett, tehát inkább környezeti hatások. Vannak olyan génhibák, amik összefüggést mutatnak a daganat kialakulásával, de nagy valószínűséggel inkább azzal függ össze a génhiba jelenléte, vagy a variáció jelenlétével, hogy hajlamosabbak vagyunk rászokni a dohányzásra. Tehát pedig meg lehet mondani előre, hogy mekkora kockázata annak, hogy valaki függővé válik, ha kipróbálja például gyerekkorában a erre dohányzást. Erre mondják, hogy majdnem 100%. Érdekes módon, de mindenki ismeri a környezetében, hogy aki a házi bulin valaki rágyújtott, és másnap elfelejti, van, aki meg már úgy ébred, hogy... Tehát van egy ilyen összefüggés, az biztos, hogy tüdőrák esetében, ha valaki dohányzik, akkor például a nemzetközi ajánlás az, hogy évente egyszer egy natív CT vizsgálattal lehet csökkenteni a kockázatát, mert az olyan pici daganatot is kimutat, amit még időben akár meg lehet műteni, és kimutathatóan csökkenti a halálozását a tüdőráknak ez a fajta szűrőmódszer. Tehát akkor igazából ez a megfejtés, ez úgy oly módon, hogy magát a genetikát próbáljuk segíteni, az emberi genetika működését próbáljuk segíteni, úgy nem lehet. Így van. Vannak olyan daganattípusok, emlődaganat, petefészekrák, prosztatarák, azért nagyon több olyan, ahol van pár elég gyakori olyan génhiba, ami tudottan nagyon fokozza a kockázatunkat, és ilyenkor akkor viszont érdemes korábbi időpontba elmenni szűrés. Tehát ami nagyon fontos, például ha egyet kiemelünk, ugye az a BRCA1-2 gén a legismertebb, ugye elsőben emlőrák, petefészekrák, aki ilyet hordoz, annak egy évtizeddel korábban, akár 30 éves korától kezdve kell MR szűrővizsgálatokra elmennie, amik ugye nem is veszélyesek, hiszen nem sugárzás nem tartalmaz, viszont ki lehet vele időben mutatni a daganat, és tudjuk azt, hogy egy 1 cm-es emlődaganatnak a gyógyulási esélye több mint 90%. Tehát, hogy nagyon fontos így ezt tudnunk, tehát, hogy akarjuk tudni, hogy van valami. Ne féljünk tőle. Ne féljünk a diagnózistól. Nem az információ a baj, hanem a betegség. Így van, és ezért nagyon fontos, és Magyarországon ez szerintem nagyon fontos üzenet, ha bármi gyanunk van, mindig először zárjuk ki a daganatos betegség lehetőségét. Ugye az a probléma, hogy egy ilyen exponenciális növekedést mutatnak a daganatok, annak idején az 1001 éjszaka mesébe volt, hogy a zabszemeket kellett a sakkmezőre, nekem ez maradt meg gyerekkoromból. Tehát a probléma az, hogy amikor viszont már 1 cent is, ott még 90%, de onnantól kezdve ugye duplázódik, és nagyon gyorsan, utána már pár hét vagy pár hónap után viszont már átalakulhat egy olyan betegségé, amikor szétszóródik a szervezet, és akkor már csak abban bízhatunk, hogy találunk célzott
kezelés, vagy a gyógyszeres terápiával tudjuk a betegeket gyógyítani, kezelni, és ebben is szerencsére nagyon nagy az előrelépés, és én ezzel foglalkozom, ez az én misszióm 25 éve, hogy minden daganatos betegnek megtaláljuk a számára hatásos célzott kezelés. Ez ma beteg vagy betegség függő elsősorban? A kezelés része, a célzott kezelés része, az ott van egy olyan nagyon izgalmas paradigmaváltás a célzott terápiákkal kapcsolatban, hogy sokkal fontosabb az, hogy mire hat az a célzott gyógyszer, mint és hogy sokkal fontosabb az, hogy az, amire hat hibás gén jelen van-e a beteg daganatában, mint az, hogy honnan indult ki, tehát hogy ez egy tüdőrák, vastagbélrák, vagy mert ugyanaz a génhiba több helyen okozhat daganatot, és egy daganattípus is többféle génhiba okozhat, és azért most már vannak olyan gyógyszerek törzskönyvezetten, amik úgynevezett agnosztikus, tumortípus agnosztikus terápiák, ez azt jelenti, hogy bármilyen ember daganatban használhatók, amennyiben kimutatható a gyógyszer célpontja. Ez egy hatalmas paradigma váltás, tehát nem azt a kérdést tesszük fel, hogy milyen daganattal diagnosztizálnak, hanem hogy milyen génhiba okozta daganatodban. Mindig működik? Tehát olyan csalás nincs ezekben a génhibákban és a sejtek működésében, hogy egyébként minden azt mutatja, hogy ez a gyógyszer erre jó lesz. De valahogy mégsem az. Hát sajnos igen, tehát van, nem mindig működik, és most már most tartunk ott, hogy kezdjük megérteni, hogy miért nem. Ugye amikor elindultunk ezen a precíziós onkológiának a történetében 2003-ban, illetve hogy az első 97-ben volt a trastuzumab HER2, utána jött az imatinib ABR-BCR ellenes, és utána mi történetünk is ugye az EGFR nevű génnel folytatódott, akkor nagyon sikeresek voltunk kezdetekben, ki tudtunk mutatni egy génhibát, amit ha kimutattunk és adtunk rá egy gyógyszert, a betegek nagyon nagy százaléka nagyon jól reagált. De ahogy mentünk előre, kezdtek elfogyni ezek a könnyű célpontok. Tehát most kiderült, hogy valójában ugye ebből ez a 723 gén, ahol most tartunk, a gyakorisági elosztása és a biológiai fontossága egy ilyen úgynevezett long tail eloszlás mutat. Tehát vannak a gyakori fontos gének, és van nagyon sok ritka gén, és a betegek többségében van ritka. Ez egy paradoxon, mert sok kicsi sokra megy alapon. Valójában nagyon sok olyan beteg van, akinek sok ritka gén mutációinak a kombinációja van, és még azok a betegeknél is, akiknél van egy nagyon jól célozható célpontunk, ott is jelen lehet 2-3-4 másik olyan gén, ami befolyásolja annak a gyógyszernek a hatásosságát, amit arra a gén... És akkor a könnyű célpontokat hiába lövitek, mert ott vannak azok az elbújt. Igen, tehát ez úgy kell elképzelni, én úgy szoktam elképzelni, mint egy épület, amit le akarunk bontani. Hogyha egy oszlopon áll, akkor nagyon egyszerű dolgunk van, hogy hova tesszük az 1 kiló dinamitot, de ha 4-5 oszlopon áll, akkor ugye statikust hívunk, és számítógépes programokat kezdünk el használni, hogy pontosan hova kell ahhoz elhelyezni ezt az 1 kiló dinamitot, hogy mégis összeomoljon az épület. Hányféle mutációról tudsz? Tehát, vagy hányféle mutációt ismer az orvostudomány? Hát nagyon rémisztő a szám, mert van egy olyan katalógus, amit úgy hívnak, hogy Cosmic Catalog of Somatic Mutations of Cancer, ahol mindig látjuk. Köszönjük szépen. Az ott van katalógizálva, és 6 millió féle mutációt találtak. Hányal tudunk valamit kezdeni már ebből a 6 millióból? Azt gondoljuk, hogy ebből egyébként 1 millió az, ami ténylegesen daganatot okoz, a többi 5 millió az zaj. Azt úgy hívjuk őket, hogy passenger mutációk, tehát ott vannak, de valójában nem okozzák a daganatot, és ez az 1 millió, tehát az azt jelenti, hogy a 727 génre génenként 10 000 mutáció jut. Most ami jó hír, hogy egy adott gyógyszer egyszerre több génhiba esetén is hatásos. De meg kell tudnunk mondani nem csak azt, hogy melyik génben van a hiba, azt is meg kell mondanunk, hogy annak a génben lévő egyedi génhiba az valóban
kóroki génhiba, és hogyha igen, akkor az a génhiba milyen gyógyszerrel kikapcsolható. A jó hír az az, hogy egy génre most már több célzott gyógyszer is elérhető nagyon sokszor. Ezek borzalmas drágák? Nagyon drágák a gyógyszerek. Ugye, attól, mert keveset használnak még a világban, tehát, hogy ugye drága az előállítás, hanem tömegtermék, miközben tömegesen lenne rá igény, hát a számokkal igen, kezdtük. Tehát az a probléma, hogy maga az előállítás, fejlesztés költsége az nem csökkent, hanem nőtt, viszont egyre kevesebb betegnél van szükség pont arra a arra a gyógyszerre. De tehát, ugye, hát mert ugye egyre célzottabbak. Tehát ugye egyre... Egyre pont... többféle gyógyszerre van szükség, mert most már 170... nem ugyanazt a gyógyszert használod már mindenkinek. Értem. Tehát most már 170 célzott gyógyszer van forgalomban, és nincs több beteg. Tehát ugye azt jelenti, hogy ezért aztán az ára ezeknek a célzott gyógyszereknek elkezdett elképesztően... Magyarországon fizeti a társadalombiztosítás? Nagyon sokat fizet ebből, tehát az a jó hírem van. Egyébként évente több mint 100 milliárd forintot költünk ilyen célzott gyógyszerekre az onkológiában, tehát ez egy elképesztő teher. Egyébként világszinten ez egy nagy teher, de ezen is szeretnénk változtatni. Tehát ugye ami miatt most talán sokszor lehetett hallani az Onkompass nevét is ugye a nemzetközi sajtóban is, és ami miatt azt gondolom, hogy egy tudományosan megpróbálunk ebben is egy paradigmát váltani, mert látszik az, hogy ez végtelenségig egy, mert ugye az a helyzet van, hogyha visszatérünk a sziklamászáshoz, hogy úgy kell elképzelni ezt, mintha felpróbálnánk mászni a Matterhorn csúcsára, mindenki előtt van a Matterhorn, az egy ilyen csőrszerű hegy, ami egyre-egyre meredekebb. Előtted, aki sziklamászó, előtted van, persze. Igen, és hogy megyünk, kezdetben még könnyen sétálunk föl, egy túrabottal tudunk menni, aztán már használjuk a kezünket, és egyszer csak azt veszjük észre, hogy függőleges. Lóksz a semmiben. Igen, most is arról van szó, hogy elindultunk a könnyen célhozható génekkel, azokkal sikeresek voltunk, gyógyszereket fejlesztettünk ki, ezeket klinikai vizsgálatokban tudtuk tesztelni, de ahogy megyünk tovább, egyre több, egyre ritkább génnek a kombinációjával találjuk magunkat szemben, egyre nehezebb tovább jutni, ezért most mindenképpen szükség van egy teljes paradigmaváltásra, tehát egy teljes technológiai váltásra, és abban bízunk, hogy ezt a technológiai áttörést és egy új korszakot nyithat meg a mesterséges intelligencia használata, abban, hogy egy adott génhiba kombináció esetében, ami ugye megint csak ugye 723 gén 6 millió féle mutációjának a kombinációja, ki tudjuk azt számolni, hogy a jelenleg elérhető tudásunk alapján, ugye ami ott van a több millió tudományos közleményben elrejtve, ki tudja következtetni a gép, hogy mégis akkor ezek közül a gének közül melyik ellenható gyógyszert érdemes használni, és azon belül is az arra a génre ható gyógyszerek közül melyik gyógyszert kell. Sőt, az is elképzelhető, hogy nem is olyan gyógyszert kell használnunk, ami a hibás génre hat, hanem egy olyan génre, ami egy olyan fehérjét termel, ami egy hálózatban, összeköttetésben van több olyan génnel, ami a daganatot okozta. Tehát, hogyha csak azt az egy fehérjét kikapcsoljuk, akkor egyszerre több, akár két, három vagy négy hibás génnek az egész rendszer összeomlik. Aha. Te gyerekonkológusként kezdted, ugye? A gyermekonkológián kezdtem el dolgozni, kettő gyermekklinikán. Megvan még az a... Próbálom jól feltenni a kérdést, de te most nem konkrétan a betegek mellett állsz, az ágy mellett. Ugye az egy másik helyzet. De ebben a fajta munkában, amit most végzel, megvan még az az érzés, ami akkor ott megvolt, amikor egy gyereknek aláírtad a papírját, hogy mehet, hogy meggyógyult? Ugyanaz az érzés teljesen megvan. Szerencsére sikerült úgy irányítani a pályát, hogy folyamatosan meglegyen a kapcsolat a betegellátással, a betegekkel, tehát hogy ugye ott volt egy ilyen egy döntési pont az életemben, amikor a gyermekek megkérdezték, hogy ha előző nap kutattam, akkor megvan-e már a megoldás, tehát logikus kérdés volt. Minek kutatsz, ha nem tudsz igen, semmit? Ha most minek
Hát persze. Minek töltöttem, ugye az egyes számú patológus rákutató intézetben kutattam párhuzamosan, ott voltam PhD hallgató is, és akkor el kellett döntenem, hogy akkor most eszközöket fejlesztek az többi orvos számára, hogy ők legyenek sikeresebbek, vagy én állok a betegágy mellett, és én úgy gondoltam, hogy nekem testhez álló most eszközöket fejleszteni, ezért mentem el a Szent Gyul... De ez így lelkileg is könnyebb, nem? Nem akarok olyat belemagyarázni, ami nincs, nem, de hát azért gyerekek ágya mellett állni, amikor mondjuk szinte reménytelen a helyzet. Ez hát, nagyon kemény. Ez nagyon-nagyon, és minden tiszteletem a kollégákék, akik ezt minden nap megteszik, ugye, és abszolút ez így van, ugye a kutatónak pedig pont az a teher, hogy ő nem kap visszajelzést minden nap azonnal, hogy ami munkát végez, az hasznos-e. És ez a kutatói munkában pedig ez a nagyon nagy teher. És te találkozol meg páciensekkel? Pontosan emiatt akarsz találkozni olyannal, aki megkeres benneteket, mondjuk? Vannak olyan úgynevezett molekuláris tumorbordülések, ahol az onkológussal és a biológussal, patológussal közösen beszélünk meg eseteket, és akkor azokon én is részt szoktam venni, sokszor minden héten van ilyen, amikor egy-egy esetet átbeszélünk közösen, hogy mit tudunk a molekuláris oldalról, mit tudunk a klinikai oldalról, és akkor ennek alapján mi lenne a legjobb személyre szabott stratégia, tehát így találkozok betegekkel, illetve beszélgetek velük természetesen, sokszor sokan fölhívnak, és követem a betegek történeteit, a sikereseket és a sikerteleneket is. És nyilván az ember örül a sikertörténeteknek, de az igazság az, hogy a legtöbb energiát a sikertelenség okozza nálam, tehát az az, ami újabb dühöt vált ki bennem, és az adja az energiát, hogy még tovább kutassunk, és még gyorsabban haladjunk előre. Vannak olyan tumorok, amiknél konkrétan ki lehet mondani, hogy megvan rá a gyógyszer? Tehát, hogy voltak éppen, hogyha mindenki hozzá tudna férni a teljes folyamathoz, amit elmondtál, tehát a szűréstől a célzott gyógyszerezésig, akkor meg lehetne gyógyítani a daganatot biztosan. Mint kutató, igen, azt mondom, hogy igen, tehát ez a cél. Ugye, ha lemegyünk most a klinikai gyakorlat szintjére, tehát most mi a helyzet, most nagyon fontos elmondanom, hogyha a korai daganatot meg kell műteni. Tehát mai tudásunk szerint, akinél a daganatot el lehet műtétileg távolítani, akkor el kell távolítani, ez adja a legnagyobb esélyt a gyógyulásra, illetve vannak helyi terápiák, sugárterápia, amivel a helyben el lehet pusztítani a daganatsejteket, és ezekkel is, és azt is kell tudnunk, ez fontos elmondani ilyenkor, hogy vannak olyan daganattípusok, amik nagyon kemoterápia érzékenyek, például egyet hererák, ahol még egy áttétes daganatból is meg lehet gyógyulni kemoterápia segítségével. Ez azért fontos elmondanom, hogy bárki, aki esetleg hallgatja ezt az is daganatos betegséget, tudjon róla, hogy nagyon fontos tájékozódni arról, hogy egyébként a jelenlegi terápiák mire képesek, mert meg lehet gyógyulni kemoterápiával is, illetve nagyon jó eredményeket lehet elérni. Most az egy folyamat, hogy ott, ahol eddig az eddigi módszerekkel nem értünk el eredményt, ott azokon a területeken is megjelennek új lehetőségek, célzott gyógyszerek, immunterápiák, és ezekkel egyre tovább lehet élni, egyes esetben meg lehet gyógyulni. Ugye azért nehéz gyógyulást kimondani egy áttétes, daganatos betegségnél, mert mindig félünk attól, hogy valahol megbújt daganatsejt, és kiújulhat a daganata, ezért van az a definíciónk, hogy 5 évnél húztuk meg azt a lélektani határt, hogyha 5 éven keresztül nincs nyoma a daganatnak, hogy nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy az illető meggyógyul, de még ott is előfordulnak néha kiújulások. Az a trend látszik, hogy az immunterápiák hoztak először egy olyan áttörést a kezelésekben, hogy ezek a betegek egy részében nagyon tartósnak
bizonyulnak. Ugye a legtöbb problémánk az a terápiákkal, hogy kezdetben, ha még ki is alakul egy terápiás válasz, tehát zsugorodik a daganat, nagyon sokszor kialakulnak olyan másodlagos mutációk, új mutációk, amivel alkalmazkodik a daganat a kezeléshez, és ugyan, mint egy antibiotikumra is rezisztenssé válhat egy baktérium, ugyanúgy rezisztenssé válik a daganat is, sejt is, és a benne lévő gének, akár úgy, hogy ugyanabban a génben van egy új mutáció, hogy a gyógyszer ne férjen hozzá, egész konkrétan van egy, vagy bekapcsol egy... Ezt alkalmazkodó készség. Alkalmazkodik, evolúciósan próbál alkalmazkodni, és, most és ezért van az, hogy még a sikeresen kezelt betegek többségénél is kiújul a daganat, és megint váltanunk kell terápiát, ezért nehéz gyógyulásról még beszélni, de az, a jó hír az az, hogy véges számú mutáció tud kialakulni egy adott génben. Könnyű elképzelni, hogy a mutációk nagy része olyan szerkezeti változást okoz a fehérjében, ami megakadályozza annak a működését. Tehát nem tudja a sejt végtelen számban kicserélni a betűket. Egyel több katona kell, hogy legyen nálad, mint nála. És az a lényeg, hogy versenyfutunk, és az új generációs célzott gyógyszerek a mutáns génekre is hatnak, a mutáns mutánsának a mutánsára is, és azt látjuk a túlélési görbéken, hogy az kezd egyre ellaposodni. Tehát egyre több időbe telik a daganatnak, hogy kitalálja, hogy hogyan alkalmazzon az is. És én azt gondolom, hogy igenis reménykedhetünk abban, hogy eljön majd egy olyan pont, ahol már nem csak sakkokat adunk ugye a daganatnak, hanem eljutunk a mattig, amikor egyszerűen az adott génhiba kombinációra meg fogjuk tudni, ki tudjuk majd választani azt a célzó gyógyszert, ami mattot ad, amirehez már nem tud alkalmazkodni. Ez mennyire van messze? Ez egy folyamat, ami ez nem egy nap lesz, amikor mindenkinél megtaláljuk, de azt látjuk, hogy havonta jön ki egy új célzó gyógyszer, ez egy tízszeres növekedési ütem az elmúlt évtizedekhez képest, és egyre nagyobb százalékánál a betegeknek tudunk ilyet le fogjuk küzdeni, mint emberek? A rákot? Mint emberiség egy kórokozót? Én azt gondolom, hogy nekem kötelességem abban hinni, hogy igen. És az is, de egyébként objektíve is azt gondolom, hogy igen. Egyszerűen azért gondolom így, mert véges számú gén van, tehát véges számú kombináció, ezek a kombinációk egy előre meghatározott logikát követnek, algoritmusokat követnek, és most olyan technológiai ugrásokat értünk el, amikor most már tudjuk, hogy mi a kórokozó, most már tudunk nagyon gyorsan célzott gyógyszereket, és itt van velünk a most végre elkezdtük használni a számítógépet az orvoslásban, tehát a digitális forradalom még csak most indult el, késleltetve utoljára tört be az egészségügybe és az egészségtudományba, de most már itt van, és én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia alapú orvosi eszközök egy teljesen új korszakot indítanak el az orvostudományban, hiszen ahelyett, hogy azt próbálnánk megmondani, hogy melyik gyógyszer a leghatásosabb ez adott beteg esetében, mi emberek, arra az lesz majd a feladat, hogy azt tudja megmondani az orvos, hogy melyik az a szoftver, ami a legnagyobb valószínűséggel tudja kiválasztani a betegének a megfelelő terápiát. Hát jó lenne megélni azt a kort, amikor nem halunk bele ebbe a betegségbe. Ez egy kicsit ellentmondás volt, de szerintem ez egy szép cél. Lehetett hallani arról, hogy amit Karikó Katalin és csapata kitaláltak a járvány kapcsán, a Covid járvány kapcsán, és ami végül ott oltás lett, az igazából nem arra készült, hanem az egy rák elleni oltóanyag. Bármennyire is furcsán az is, mert a rák az nem járvány. Így van. Tehát a Karikó Katalinnak lehetett tudni a nyilatkozatiból és a munkásságából, hogy az volt a víziója, hogy éppen azért, mert az mRNA-s, az ő ugye fantasztikus tudományos élete, hogy egyáltalán lehetővé tette az orvoslás számára, hogy az mRNA-s mint molekulár gyógyszerként használjuk, tehát hogy az emberi szervezetbe biztonságosan be lehessen juttatni. Annak egy felhasználási területe egyébként a vakcina, úgy általában. Az most jókor jött, hogy volt. Az most éppen jókor jött,
de valójában a vakcinák területén pedig ugye az a legnagyobb előnye, hogy nagyon gyorsan lehet kifejleszteni egy új vakcinát, tehát egyszerűen bele kell gépelni a kódot ugye a gépbe, és ő leszintetizálja azt a messenger kód RNS-t, ami utána azt az instrukciót adja a sejtnek, hogy ő maga termelje azt a hibás fehérjét, amire az immunválasz ki akar. Jó, hát ez gyorsan még, mire tudjuk, hogy mit kell begépelni, azt tart sokáig nyilván. Igen, persze, de most már a rákok... És az volt neki a gondolata, hogy éppen a daganatok esetében ezt a technológiát föl lehetne arra használni, hogy akár minden egyes betegnek egy személyre szabott vakcinát gyártsunk le. Tehát bejön a beteg, megnézzük, hogy milyen génhibák okozták a daganatát. Ezek a génhibák közül megnézzük, hogy milyek azok, amiket olyan fehérje szerkezeti változást okoznak, amit az immunrendszer föl ismerhetne. Azt a hibás fehérje darabkát legyártatjuk az mRNS-sel, és megkaphatja a beteg, és akkor ő egy saját vakcinát fog kapni. És ez előkész is lenne? És akkor és ezen dolgoznak is, ez ilyen klinikai... De hogyha megkapja ezt a beteg, akkor azt mondhatja, hogy jó, akkor nem sokára gyógyult vagyok? Mert és akkor az a elméletben ugye az a cél, hogy a saját immunrendszere kezdjen el harcolni. Akkor csak azt kell erősíteni innentől kezdve. Az immunrendszerét, az csak az a feladat, hogy segíteni kell az immunrendszernek, hogy fölismerje ezeket a hibás. Hol tartunk? Tartunk már itt? A klinikai vizsgálatok zajlanak ilyen típusú vakcinákkal, tehát azt gondolom, hogy ezeknek az eredménye következő egy-két évben már jönni fognak. Az, hogy a betegek hány százalékánál lesz ez megoldás, ugye ezt a jövő mondja el, ugye én azt gondolom, hogy itt abban nagyon hiszek, hogy az adott betegség biológiai okainak a szintjén kell kezelni, tehát az ok szintjén. Most ezt az információt, hogy mi az adott betegben a génhiba, többféle módon ki tudjuk használni. Ki tudjuk úgy is használni, hogy erre készítünk egy vakcinát, és az immunrendszerét használjuk föl, meg ki tudjuk úgy is, hogyha már van elérhető olyan célzó gyógyszerünk, ami akár csak egy tablettel, ami kikapcsolja célzottan a hibás fehérjét, akkor lehet, hogy az a kettőtök kutatása így jár párban tulajdonképpen ugyanazért a célért. Így van, így van. Tehát abban bízom, hogy a kettős egy tudásotok. Meggyógyul az emberiség a rákból? Én azt gondolom, hogy igen, abszolút a válasz. Ez egy olyan fejlődés lesz, hogy egyre nagyobb százalékban fogunk eljutni a 100%-ig. Nagyon nehezen fogjuk a 100%-ig, de az, hogy visszaszorítsuk oda, ahol a fertőző betegségek voltak a COVID előtt, az 5% alá ugye a halálozásban és a rákot kiszorítsuk az emberiségnek az életéből nagy részt, ebben én nagyon hiszek, ez a következő egy-két évtizednek lesz a története, ez könnyen kiszámolható abból, hogy amilyen ütemben ugye egyre fogynak a felfedezett rákgének, viszont tucatjával jön neki a gyógyszerek, tehát látszik, hogy az olló csökken, és azzal a mesterséges intelligencia alapú eszköz, amit fejlesztettünk, két dolgot is akarunk elérni. Egyrészt, hogy legyen egy olyan szoftver az orvos kezével, ami meg tudja mondani, hogy ezek közül neki melyikre van szüksége, de ugyanakkor fel szeretnénk gyorsítani a gyógyszerkutatást, és le akarjuk csökkenteni annak a költségét és kockázatát. Azáltal, hogyha van egy olyan jó prediktív szoftvereszközünk, ami meg tudja mondani, hogy ez a gyógyszer ennek a betegnek lenne a jó, egy olyan gyógyszer esetében, ami egy új gyógyszer, tehát olyan génhibákra, amire még eddig nem volt gyógyszer, akkor abba bízunk, hogy drasztikusan fölgyorsítható a folyamat, és csökkenthető ennek a költsége. Aki ezzel foglalkozik állandóan, te. Mennyire fél a betegségtől? Most már azért eszembe jut, tehát így 50 évesen, és de valahogy inkább féltem a környezetemet, a szeretteimet, hogy az ember magára ritkában gondol, de azért pár dolgot így magamról, tehát 45 évesen mentem el vastagbélrák szűrésre, tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert a vastagbélrák az egy olyan betegség, amit teljesen fölösleges meghalni, és ugye az a második vezető halálok, ugye a három, mert egyszerűen, hogy most már altatásban is lehet kérni,
és egy óra alvás után arra ébredhetünk, hogy még hogy nem csak az, hogy van-e daganatunk, hanem hogyha volt jó indulatú mondjuk polip, akkor ezt el is távolítják, és 10 év kell, mire kinő újra. Tehát, hogy gyakorlatilag ez teljesen jól kivéthető, tehát nem csak diagnosztizálja, hanem meg is előzi a vastagbéldaganatot. A hivatalos ajánlás az 50 év, de valójában egyre többen mondják, hogy biztonságosabb 45 évesen elmenni, vagy ha a családunkban volt, akkor 10 évvel korábban. A másik, amit teszek, az az, hogy átértem 90%-ban növényi alapú táplálkozásra. Tehát a vörös húsok? A vörös hús az teljesen nem. Állítólag az nagy ellenség. Nagy ellenség. Ez úgy kell rá gondolni, mint egy ingyenségre, amit születésnap, karácsony, tehát nem szeretem azt, hogyha azt mondjuk, hogy soha, de hogy nem lehet az a mindennapjainknak az alapja, az biztos, és ugye a ökológiai okokból sem, és de általában a húsok, tehát mindenképpen zöldség alapú, ennek is hatalmas tudománya van, hogy miért, most már értjük, tudjuk, eddig nem tudtuk, hogy miért. Most már tudjuk, hogy ez azért van, mert ezeken a táplálékunkon, amit eszünk, különböző mikrobióták nőnek ki, baktériumok a gyomrunkban, a beleinkben pontosabban, és ezeknek a anyagcsere mellék termékei között vannak olyanok, amik daganatot okoznak, tehát nem mindegy, hogy milyen baktériumokat növesztünk a beleinkben, tehát ez egy külön hatalmas tudomány. És ezek szerint nyilván nem mindegy, hogy ezt milyen gyakran tesszük. Igen, hogy és azért nagyon fontos, hogy alapvetően zöldség legyen. A harmadik, amit teszek, az a sport. Ugye fantasztikus kutatási eredmények mutatják azt, hogy heti 5x30 perc az, ami sport, ami maximalizálja a védelmet, vagy a rizikócsökkentést. A legtöbb daganatos betegség kockázata 50%-kal is csökkenthető, ezzel a dózissal. Úgy tudom képesen mondani, hogy aki többet szeretne sportolni, az hobbi, az lehet, de ez az a dózis, ami az orvosi előírása a tudomány mai állása szerint, és már itt is tudjuk az okot. Tehát egyszerűen fantasztikus kutatási eredmények mutatják, hogy az izomból, szövetből felszabadulnak olyan messenger ellenesek és más szabályozó ellenesek, amik direktbe hatnak a daganatsejtekre és gátolják az osztódásukat. Tehát ez ugye a már daganatos betegekre is igaz, hogy ez is hatásos, de a megelőzésben is. Tehát, hogyha ezeket kombináljuk, és elmegyünk szűrésre, és nem dohányzunk, akkor azért radikálisan tudjuk csökkenteni a kockát. Az én esetemben nyilván az a cél, hogy legyen időm, időt nyerjek, és tovább tudjam és még sokáig folytatni ezt a kutatást, hogy tényleg ezek az eszközök aztán rendelkezésre álljanak akkor is, ha mégis kialakul a bennünk a daganat. Legyél boldog, egészséges kutató minél tovább. Köszönöm szépen. Gondolom, az egész emberiségnek ez a jó. Dr. Peták Istvánnal beszélgettünk az előző, hát több mint egy órában. Én rengeteget tanultam, és nekem nagy élmény volt. Remélem, hogy kedves nézőknek is. Örülök, hogy együtt töltöttük az elmúlt egy órát. Viszontlátásra. Köszönöm viszontlátásra. Egy hét múlva találkozunk újra.